Szia Zsolti, köszönjük a kedves vezetést itt a borászatban. Mesélni nekünk erről a borászatról, hogy mióta van ez itt Burgerlandban, mitől más, mint a többi borászat, hogyan határozzatok meg magatokat, milyen terveitek vannak? Hát nagyon szívesen is, hogy eljöttetek és körülöltethetőleg benneteket. Hát mi egy családi borászat vagyunk, de hát gondolom láttad itt a túra során is, hogy egy kicsit más dimenziókban dolgozunk, mint egy hagyományos családi borászat. Noha nem olyan nagy múltra tekintett vissza a borászatunk, igazából 1983-ban megnyitott a család. Annak idején még fehérboros borászat voltunk, és a 90-es évek közepétől tértünk, tehát igazából a vörösborra, és azóta tényleg arról is vagyunk mi híresek, hogy testes, meglehetősen borítkolt, nehéz vörösborokat készítünk. A cserélt a külfajtánk, igazából mi itt a Fertőtó keleti partján vagyunk, itt ezen a laposabb területen a cserélt a külfajta, illetve hát van egy égamikos borunk, nem tudom, hogy sokan ismerik esetleg, a Big John. Ez a bor is már egy több mint 20 éves történelemre tekinthet vissza. Igazából abban vagyunk szerintem mások, hogy maga a hozzáállás is igazából a főnökünk, az Erik, aki 2000-ben vett át a borászat irányítását, egy olyan víziókkal rendelkezik, amiket tehát egyrészt szerintem önmagából merít, illetve a már járt a világban, Kaliforniában, Ausztráliában elég sok ötletet gyűjtött, és van egy határozott elképzelése, hogy ő mit szeretne elérni és bemutatni igazából a Burgerlandnak milyen arcát. Én szerintem én úgy érzem, hogy jó úton haladunk, remélem, hogy majd módotok lesz rá esetleg ezt személyesen is megtapasztalni. A nagy erősségünk, amit az Erik is mindig hangsúlyoz, igazából a csapatunkban van. Tényleg igazából az egész csapat nagyjából családtagnak is érezheti magát, mint a borászatnál. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra, a fenntarthatóságra. És én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy most igazából a boros világ inkább a könnyedebb borok felé mozdul el, nálunk egy kicsit talán észrevehető lesz, de ez szerintem nem lesz igazából a mi irányunk. Mi maradunk ennél a hagyományosabb borkészítési stílusnál. Szerintem ilyen is kell, viszont ehhez nagyon ragaszkodunk, hogy a minőség az minden évben passzolni kell. Igazából nagyon nagy hangsúlyt fektet az Erik nem csak a borokra, hanem az egész infrastruktúrára, az infrastruktúra fejlesztésére is. Szerintem előre mutató borászat vagyunk itt az egész borvidéken, az egész környéken. Nem csak rendezvénytermünk van, szállásunk, hanem a szállásainkat még bővítjük is. Nem sokára, hogyha minden jól megy, akkor egy 26 szobás vendégházunk is átadásra kerül. Illetve még építés alatt áll, itt nem messze a borászattól egy 118 szobás szálloda. Egy ilyen családi wellness és borhotelt álmodott meg igazából az Erik. Bízom benne, hogy hamarosan már titeket is itt tükörözhetünk majd. Köszönjük szépen! Köszönjük!